Mindenkit, nekrokrém vagyok, kell jöjjön Battlefield egy fegyverek megértése második rész. Őszintén remélem, hogy tudtam segíteni az első részt, illetve egy hasznos információt árultam el abban a videóban. Aki nem látta, az ugorjon el a csatornámra, úgy gondolom, hogy tényleg hasznos, ami abban a videóban elhangzik, Battlefield 1-el kapcsolatban. És most rátérünk a második részre, és itt is úgy gondolom, hogy nagyon elég hasznos információk fognak elhangzani. Nos, aki követett engem Battlefield 4-ben, Coldban, BF3-ban, bármiben, ami Battlefield-el kapcsolatos, vagy koddal kapcsolatos, azt tudja, és nagyon, 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 nagyon sokszor kaptam ezt a kérdést tőletek, hogy milyen fegyvert ajánlok. És mindig azt válaszoltam, ugye, és tudjátok is, hogy olyan fegyvert válasz, amilyen a stílusod. Azt a fegyvert választ, amit szeretsz eleve nézni a képernyőn, fogni a hangját és a többi. És mindig ezt javasoltam, ugye. Sokszor kérdeztétek azt, hogy milyen kiegészítőket rakjatok föl. És mindig azt mondtam, amilyen a stílusod. Mire gondolok ez alatt, ugye? Hát te azt mondod, hogy te egy olyan játékos vagy, aki folyton is és közel kerül a, az ellenfélhez. Hát és, és, most mondjuk ezt a fegyvert challenge -led. És ez a fegyver mondjuk nem jön, nem jö, nem lő olyan jól csípőből. Akkor fogtam és ugye azt mondom, olyan kiegészítőket tegyél a fegyverre, ami ö, a gyengéit annak az adott fegyvernek felerősíti azért, hogy tud képviselni azt a stílust, amit tudsz a legjobban játszani. Emellett mondtam azt is, hogy nem érdemes folyton egy stílusnál leragadni, érdemes adni egy esélyt ö, más fegyvereknek, esetleg ö, úgy adni esélyt annak a fegyvernek, amire valóban Kitalálták abban az adott játékban, ezáltal, ezáltal megtanulni új stílusokat, nem leragadni egy adott kompozíciónál, és ugye ez azért szolgál jóra, mert hogy például a Battlefield 4-nek a hatalmas pályáihoz, például, ne csak egy szekcióban tud játszani igazán jól, hanem egy másik szekciójában is a pályának mondjuk, ahol az a szerkezet már nem olyan, amit te szeretsz. És ezáltal, hogy, hogy több fegyvert próbálsz ki több összeállításban, megtanulhatsz egy új játékstílust, amivel le tudod fedni magadnak a Battlefieldben létező pályáknak a méretét és adottságait. Na most, Battlefield 1 némileg változott. Utoljára ilyen uh, skill alapú shooterrel, hogy úgy mondjam, a skill alatt az, azt értem, hogy, hogy kell némi tapasztalat hozzá, vagyis inkább az öreg rókák, tényleg az öreg rókák fogják tudni, hogy mire gondolok ez alatt. Elmesélek egy történetet. Uh, ugye az első igazán komoly multiplayer élményem a COD 4-ben volt, de visszamenőleg elkezdtem játszani az összes COD multiplayerével, és a COD 2-ben, egy COD 2 játszott egy ismerősöm, ő tényleg ilyen COD 2 atya úristen volt, ö, izé minden tűzjég, víz, ő benne volt, ő kod 2 veterán volt, és nagyon-nagyon jó játékos is volt, és mentem a szerverükre, és elkezdtem ott játszani, én a nagy kod 4 Pro addig már tényleg jól játszottam kod 4-be, és a kod 2-be így, olyan, így pofonról, pofonra öcsém, és így kilottam, és nem ment, és ú, nem tudom, mit csináljak, sd játszottunk, és és egyszerűen megőrültem, hogy senkit nem tudok lelőni, de hiszen a kód 4 az olyan kurva egyszerű, hát én nem értem, és a kod 2 nehéz volt, nehezebb volt mint a kód mint a 4, és uh, éppen élet, életben voltam, és valami csoda folytán ez az ismerősöm éppen halott volt, és engem nézett ugye uh, a játékban, hogy mit próbálok össze eszkábálni, és távol tőlem ott volt az ellenfél, akinek a kezébe talán egy gever volt, az én kezembe uh, valami gép, gép karabé volt, de már nem tudom, hogy melyik, tehát komolyan nem tudom, hogy melyik, talán MP44 volt kezembe. Na mindegy, és, próbáltam a nagyon távol lévő, ugye, ahogy kod 4 ben szokás m 4 az egyik pálya végéről a másikra, én úgy próbáltam az mp 44 jel átlőni az egyik pálya végéről a másikba, és, nem találtam el, de egy kurva golyó nem talált el, és ugye a másik csávó a geverrel így lazán két-három golyó, és feküdtem is, mint a szar, és akkor írja nekem az ismerősöm, hát azzal a fegyverrel arra távolságra nem fog menni és akkor egy új világ nyílt meg előttem, a Call of Duty, illetve a shooterek általános világában, illetve a második világháborús, illetve a világháborús shooterekkel kapcsolatban. Ja, hogy azzal a fegyverrel nem fog menni, hát miért nem megy, hát kod simán átlevom a pályát, érted? És itt miért nem, még egy AK-74-jel is kod ben átlövöd a pályát, és ha egy kis makkod van, már pedig makkod van, be fogja adni a killt, Értitek? És, és Battlefield 1942 ugyanez volt a helyzet, összehasonlítva mondjuk egy Battlefield Bad Company 2-vel, BF3 vagy BF4-jel. Tehát maguk a játékok erre azt akarom kifejezni, hogy idővel ugye alkalmazkodtak a modern fegyverekhez is, ahogy megjöttek. Na most úgy, és remélem most így itt a Battlefield veteránok mosolyognak, vagy nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de ugye értitek, hogy mire gondolok, és ezt visszahozták Battlefield 1-ben. Tehát Battlefield 1 ez visszajött. Kell legyen tapasztalatot, kell tudd, hogy melyik fegyvernek hol van a határa. És ez, ez most fontos abból a szempontból, hogy tudd, hogy hogyan képviselheted velük, a játék stílusadat miért? Mert az egy stílust felbontották fegyverek, tehát felbontották több stílusra egy nagy stílust, beleraktak több fegyverbe és megjelentek ugye a Factory Storm uh, Trench kifejezések és ezáltal ezt mind BF4-be, BF3-be, ez a három kifejezés, ez egy fegyverben elérhető volt azzal, hogy olyan kiegészítőket raktál rá, hogy erősíts az adott fegyverek gyengeségékre. Itt most nem tudsz kiegészítőket rakni. Itt most tudnod kell, hogy a trench gunnal, tehát a trencsel nem lehet annyira jól lőni zoomolva a stormal. Lehet, lehet jobban lőni zoomolva, de nagyobb a golyóejtése. Tehát távolra szart se fogsz tudni lelőni. A factory tudsz mozogni könnyen és gyorsan, és zoomolva is jól lehet lőni. Tudnod kell a fegyverét határét, viszont távolra meg én csak kalapkak a kampec, nem fogsz tudni lőni. Tehát, és a sniperekre is tudod kell, hogy melyiknek hol van a limite határa, melyikkel melyik játékstílus képviselheted. Ezáltal, hogy ki tudod választani uh, az adott fegyvert, amelyik játékstílusodnak a legjobban alkalmazkodik, de akkor azt a játékot kell játszod a fegyverrel. Mire gondolok itt? Uh, például uh, van az bármelyik városos pálya, Battlefield 1 ahol tudod, hogy közel kerülsz az ellenfélhez, ott lehet, hogy érdemesebb egy trench gun-t játszani, ö, meg, tehát választani, azért, ho, ö, hogy könnyebben fel tud venni azt a játékstílust, amit te tudsz játszani. De tegyük fel, te a snipereket szereted, azt hiszem manapság Battlefield egyben nagyon sokan szeretik a snipereket, mert egy csapat kinézett, az úgy néz ki, hogy 80% sniper, van egy medik, egy support és, egy, és, a többi asszoltos, de a többi sniper, de akkor beszéljünk egy kicsit a sniperekről, ugye, de arról lehet, hogy kitérek egy másik videóban, hogy komolyabban foglalkozunk a sniperekkel, Ugye például tudod, hogy te sniper játékos vagy, akkor viszont lehet, hogy érdemes választanod egy marksman fegyvert, és azzal ö, játszani, mert gyorsabb reakcióidő Ér el az újratöltési animáció minden egy kicsit gyorsabb. De például nem tudom, lehet, hogy szereted ezt a fél agresszív stílust, amit én is kedvek, hogy nem benyomulsz az ellenfélel, hanem együtt nyomulsz a csapatoddal, ahogy nyomul, amikor hátrál, te is egy kicsit a hátrább, és akkor arra van például egy, mit tudom én, az SMLI uh, scoped változata, vagy bármelyik, ami azt, azt a játékstílust megkívánja, amit te, de akkor tudod, hogy annak a fegyvernek az adott határai, ez mondjuk 300 méter, tehát az SMLI Marks uh, Marksmannek, igen, az esemeli uh, smiley, smile hívjuk smiley uh, Marksmannek, az a határa 300 méter, 300 méter alatt olyan szinten lesik a golyó, hogy szart sem fogsz lelőni vele, hogyha nem csinálsz, és ugye, uh, hogyha nem csinálsz egy megfelelő és de a sebzés maga is iszonyatosan gyenge lesz. És akkor tudod, hogy ráadásul, hogy van egy holdpont a sznájpereken belül, ami a felső mákas fej részig egy killel beadja. Például az SML-i uh, Maxman az beadja, tehát mákastól fölfelé fejig beadja egy lövésre a, a Tehát nem feltétlenül kell fejest lője vele, és mindezeket tisztában kell légy, főleg a távolságokkal és ebből a szempontból a golyó ejtéssel Na, és amikor megtanultad, hogy ezeknek ugye a egyben létező fegyver kifejezéseknek melyik hogy mire képes, akkor tudod elérni igazán azt, hogy a stílusodból melyik kisebb stílust, játékfajtát választ ki. Tehát meglátod, hogy jön egy olyan pálya, akkor tudod, hogy ezzel a fegyverrel a saját játékstílusodat hatékonyabban tudod hozni és hogy mik annak a fegyvernek az adott korláta, és te mit kell tegyél azért, hogy azzal a fegyverrel, annak a fegyvernek kitágítsd a korlátait azzal, hogy ugye tudod, hogy a trencsgán csak csípőből, akkor olyan megfelelő távolságba kell kerülnöd az ellenfélhez, hogy le tud lőni. Ha csak nem egy olyan akkora monitor előtt ülsz, hogy a retinádat kiégeti már, és akkor látod távolról is, hogy kit kell elő, és hogyan is tudod szabályozni a golyót, akkor oké, okay, de ha egy kisebb képernyő előtt állsz, akkor megeshet, hogy olyan közel kell kerülni az hogy biztonságosan le tud lőni. Na most, hogy teljesen összezavarjalak <laughs> már titeket a végére, és megint csak ugye fogom azt vallani, amit mindig szoktam, nem érdemes leragadni egy stílusnál. Anna, amikor én is ugye mondjuk kot 2 vel játszottam például, akkor akkor elkezdtem megtanulni egy másik változatot. Elkezdtem erőltetni olyan fegyvereket, amik nem arra készültek, amik. Na most természetesen, és ezt most kihangszolom, a Battlefield 1-ben a gépfegyverekkel nehéz is elérni egy olyan stílust, ahova nem tartoznak ezek a gépfegyverek, mert tényleg nagyon be vannak határolva. De például a Marksman, tehát a, a, a esetében ki lehet dolgozni egy olyan stílust, ami minden szituációra megfelel. Mert a sniper távolra is jól lő, közelre is jól lő, és jobb esetben egy golyóval lő, amit nem egy golyóval lő, be tudod fejezni KP-val, ezért a szniperrel nagyon sokfajta stílust tudsz megengedni magadnak, de erre uh, rátérek talán egy másik videóban. Addig is köszönöm a figyelmet, sziasztok!